Tájékoztató reklámfilmmel is felhívja a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arra, hogy a NAV elkészíti az adózók adóbevallási tervezetét. Ezt az ügyfél kapuján keresztül március 16-ától mindenki ellenőrizheti, jóváhagyhatja vagy szükség esetén módosíthatja. Akinek nincs ügyfélkapuja, az is kérheti, hogy postán kapja meg a tervezetet. Aki nem ilyen módon szeretné intézni az ügyeit, az sem marad ki ebből a rendszerből, hiszen amire meg lehet kérni az adóhatóságot, az, hogy az egyébként elkészült bevallási tervezeteket postai úton is ki lehet küldetni a magánszemély, kérheti a magánszemély, hogy kiküldjék. Ehhez több csatornán lehet az adóhatósághoz fordulni egy ilyen kérelemmel, mégpedig lehetséges kötetlen formában levélben, lehet formanyomtatványon kérni az adóhatóságtól, de lehet ez évtől SMS-ben is. Ilyen kérést lehet továbbá a NAV honlapjáról is indítani, sőt, mobiltelefonos alkalmazás is használható. Aki szeretné megkapni az adóbevallásának a tervezetét, az március 16-án éjfélig jelezheti ez irányú igényét. Ha a magánszemély csak a munkáltatójától szerzett jövedelmet 2016-ban, minden járulékot szabályosan levontak, és más bevétele nem volt, az adó bevallása nullás lesz. Adott esetben a magánszemélynek semmilyen interakcióra nincsen szüksége, tehát akkor is lesz önadózás keretében benyújtott bevallása, ha semmit nem fog tenni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha jól tudom, akkor körülbelül 4 millió 800 ezer adóbevallási tervezet készült az országban. Ha minden igaz, akkor 3 millió adózót érinthet ez a történet, tehát 3 millió adózó esetében nullára végződik a bevallás egyenlege, tehát ebben az esetben adott esetben nem kell tenni semmit. Akinek adó túlfizetése van, vagy adó elmaradása, ennek befizetése vagy visszaigénylése is megtörténhet elektronikus úton. Interneten keresztül bankkártyával rendezhetjük tartozásunkat, vagy megadhatjuk számlaszámunkat, amire kérjük a pénz visszautalását.